Moldován Zita 6 éves, és bizony néha még szopja az ujját, bár nem annyit, mint kisebb korában. Hóbortját igen valószínű, hogy magzatkorából hozta magával. A szakemberek szerint 6 évesen még elfogadható ez a szokás, de már nem sokáig. A kislány ujjszopása akkor fog gondot jelenteni, ha még évek múlva, pontosabban 9 vagy 12 éves korában sem szokik le róla. Ezeken az ultrahangos felvételeken jól kivehető, hogy a magzat az anyamében olykor-olykor bekapja az ujját. Ez egyfajta edzésnek is tekinthető a magzat részéről, hogy később, ha majd megszületik, szopni tudjon. 5-6 éves korunkig legtöbb földi örömünk forrása a száj. Legyen az cumi, új vagy párna csücske, ide kerül, ha valami miatt szorongunk. Ujjszopás közben a kisgyerek önmagát nyugtatja, ringatja, jutalmazza. Igyekszik érzelmileg visszaállítani magának azt a kellemes biztonságérzetet, amit régen édesanyja keblén érzett. A szopás az újszülöttel születik, és amikor épp nincs kéznél vagy szájnál az emlő, akkor például az ujját szopja. Mint ahogy mindnyájan tudjuk, hogy a kisgyereket úgy is szokták megnyugtatni, szerintem megfontolandó, hogy ezt tegyük-e, hogy cumit dugnak a szájába, amelyet ő szopni fog, és ez önmagában megnyugtatja őt. Ugyanis a kisgyerek, mint ezt Freud mondta zseniálisan, orális lény, az ő kapcsolata a külvilággal a szájra koncentrálódik, gondoljunk csak arra, hogy egy kisgyerek mindent a szájába vesz. Ha az ujjszopás iskoláskorban is tovább folytatódik, érdemes a szülőnek jobban odafigyelni gyermeke lelki életére. Az elhúzódó ujjszopás oka lehet egy betegség, egy fáradt állapot, valamilyen szeretetnek a látszólagos hiánya, a biztonságérzet látszólagos hiánya, vagy valamilyen szorongató mindennapi élmény. Az olyan ujjszopásgátló módszerek, mint a kisgyerek ujjának bekötése tilos, mondják a szakemberek. Az ujjszopásról erőszakosan leszoktatott kisgyerek lelki problémája ugyanis ezzel nem oldódik meg. Sőt, olyan maradandó lelki sérüléseket szenvedhet, ami kihat felnőtt korára is. Így sokszor ide vezethető vissza a különböző káros szenvedélyek kialakulása, mint például a szenvedélyes dohányzás. Bár az erőszakos közbeavatkozás nem célszerű, azért figyelmen kívül hagyni sem ajánlatos. Az ujjszopástól ugyanis a gyermek fogazata erősen deformálódhat, amit ha nem korrigálnak idejében, esztétikai és egészségügyi gondokat is okozhat. Az új gyakori szájbavétele miatt az előlévő felső és alsó fogak előre és benyomódnak. Ezt nevezik a szakemberek nyílt harapásnak, amikor a gyermek nyelve az összezárt fogai között is kifér. A fogak az ujjak folyamatos nyomásától kifordulhatnak, az aja kicsúcsosodhat, a szájizomzat egyensúlya felborulhat. Ha az ujjszopás még idejében abba marad, a hiba sokszor magától korrigálódik. Olykor azonban a fogászati beavatkozás elkerülhetetlen, és fogszabályozóra van szükség. A fogszabályozás azonban magában nem mindig elég a sikerhez. A gyerek önkéntes elhatározása és aktív közreműködése elengedhetetlen. Talán azt lehetne mondani, hogy abban az esetben, amikor ez az ujjszopás, ugye, amit ideálisan úgy mondunk, hogy 4-6 éves kor körül a gyerekek elhagynak, ha 12 éves kor körül még mindig megvan, akkor érdemes bevenni egyéb szakemberek, tehát pszichiáterek, pszichológusok segítségét. Ha a fogászati elváltozásokra még idejében fény derül és a problémát kezelik, akkor sok későbbi bosszúságtól szabadulhat meg a gyermek. A szabálytalan fogazat ugyanis könnyebben elromlik, mint az egészséges, és nagyobb lesz a fogénysorvadás veszélye is. Ha Zita még idejében abba hagyja az ujjszopást, jó esélye van rá, hogy megússza a későbbi fogszabályozást. Fontos azonban, hogy leszokása önkéntes legyen. Félig tréfás megjegyzésekkel, gesztusokkal természetesen rá lehet vezetni erre, de kényszeríteni semmiképp nem szabad. A gyerekeket nem kell leszoktatni, ki kell bírni, hogy a gyerek ezt csinálja, különösen ha fáradt, vagy valami más szempontból nem érzi magát elég jól, elég komfort állapotban, mint mondani szokták. Most megint csak egy egész civil dolgot mondok. Én, mint szülő mondhatom azt, hogy
Úristen, Magdikám, megint bekaptad az ujjadat, menj be a szobádba, ott szob, tudod, hogy szenvedek, ha ezt látom. Félig humoros formában, egyben engedélyezve, ugye, ha én nem látom, akkor nyugodtan, csak én, mint szülőn, már nem örülök neki. Az újszopás nem betegség, hanem a természetes, velünk született, létfontosságú szopásreflex kissé átalakult formája. Ha türelemmel és megértéssel kezeljük, a gyerek előbb vagy utóbb saját magától is abbahagyja.